Na csácsúbi csőtészt a csokoládés traktor keréke, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 7 Days to Die résszel, és miért a tűz? Valamit ott sütöttem, vagy mit csináltam vele? Wow, a vizeket csináltam meg, legalább vizünk van, hát szomja nem döglünk, ha már mást minden úgyis megtörténik állandóan. Nagyon sokan írtátok, hogy hosszabbak legyenek ezek a részek, mert rettenetesen szar, hogy állandóan pikpak vége van mindig a résznek, ezért úgy gondoltam, hogy igen, hosszabbak lesznek, közben kraftoljuk már valamit. Ezt akarok csinálni. Na ugye most tudok 14-et, és 41 darab lesz, mert reggel nagy kalandba fogunk menni, gyerekek. Elmegyünk lutolási körre, meg megnézzük, lehet, hogy hol van az árus. Meg a küldetést is lehet, hogy meg kell csinálni, úgyhogy különböző dolgokat fogunk itten aprítani, csinálni. Közben be kéne fúrnom magam, ugye leginkább a védelmi bázisom alá, meg még fát kellene szereznem, viszont van egy láncfűrészem, ami valószínűleg javító készlettel tudok majd megcsinálni. Nem tudom, milyen nagyon gyorsan fog leromlani, de az a sanda gyanúm, hogy lehet, hogy elég jól, elég gyorsan. Viszont van benzinem, amit ugye fel tudok használni a láncfűrészbe, és elég gyorsan tudok. Gyerekek, én feljebb nyomom egy kicsit az audiót, more. Itt valakik kopogatnak. Valakik kopogatnak, gyerekek, és azok nem mi vagyunk. Gyerekek, most én állítottam az audiót, mert nem tűnik hangosabbnak. Ja, el kell menteni, more, hát ne viccelj. Aple. Ezni kell. Jó. Ja. Reggel hajnalban azonnal rohanunk, mint a bolondok. És... Gyerekek, itt vernek szét valamit, mor. Nehogy megint kutyahegyek legyenek. Várjatok! Magamhoz vettem a benzint előző éjszaka. Gyerekek, ütik az ajtókat. Ha lejönnek... Ráncfülészt, nekiesek, gyerekek. Halljátok, tudni, hol arra fogok rémülni, ha itt leugrik egy zombi. Hé, már he? Van baj. Halálra fogok rémülni, ha egy zombi a fejemre ugrik. Ezt meg akartam javítani. Ezt meg ugyan izővel tudom, csak javítókészlettel. De lehet rárakni ilyen módosítást tök fajn. Ja, meg ezt kellene javítanom, ugye. Gyerekek, parázok már megint. De mondjuk tényleg a láncfűrész szerintem tök jó, meg tudom magam védeni, nem? Ilyen közelharci fegyvernek nagyon nekem rontanak, biztos jó. Parázik a Keeper, mint az állat, de tényleg most megpróbálok egy hosszabb részt fölvenni mindenképpen. Ugye a trader az 1,7 km-re van, hát lehet, hogy arra fogunk orientálódni, azon is gondolkozok, hogy kint fogunk aludni az éjszaka. 5. nap, gyerekek, és 5. nap éjszaka jön a éjszaka. Ó, te fiú, bajok, nem kicsik. Vajatok, nézzünk egy mapot? Hát és addig be kellene ásnom magam. Egyébként szerintem a láncfűrész lehet, hogy nem valami hatékonyan, de tudnám arra használni, ugye, hogy bások. Vagyis befúrom magam ide, de nem biztos, hogy jót tenne a pengeinek. A pengeinek, meg... Milyen láncfűrészünk van egyébként? Azt észrevettem, hogy nagyon hangos. És az is befolyásolja, hogy mennyire vesznek észre a zombik, mert ott baloldalt az a szemikon, az megváltozott abban a pillanatban, amikor elővettem. Amint elővettem, gyerekek. Ja, elmegyünk lutolni. Azt arra gondoltam, a mai részben elmegyünk lutolni. Meg kéne néznünk azt a küldetést. Várjatok, a küldi. Itt van a küldetés, ugye? Ott van a küldetés. Jó. Vajatok? Azt nézem, hogy... Aha, itt jön elő, jó. Lady Killer. 246 méter, és kapunk érte XP-t, meg ilyen tokent, amit el tudok költeni majd akkor, tudjátok, hogy hol. Ott. A kereskedőnél. Hát kövünk az végtelen mennyiségű lesz, fát kellene gyűjtenem majd. Nem tudom, meddig elég egyébként az üzemanyag abban a láncfűrészben. Most nem nagyon akarom elővenni a láncfűrészt egyébként. Gondolom, megértitek ezt a dolgot.
Ja, mondtátok, hogy nagyon szar helyre, valószínűleg ez nekem nem lesz jó ez a hely, ahova letáboroztam, mert ez a legszarabb például állatok szempontjából, nincsenek nagyon élőlények, amiből tudok én itt majd ugye kaját csinálni. Úgyhogy valószínűleg, hogy költözés lesz ebből. Mondtátok, hogy az jó lenne. Hát, felderítjük a terepet, ugye még mindig nem találtam más, a kiégett, azt hiszem a kiégett földön és a sivatag. Ja nem, ott van víz. Várjatok, az mi volt? Az is ilyen kiégett szar volt, hiszen ugye? Az hát, úgyhogy akkor az sokra nem megyek. Arra gondoltam, hogy a hetedik éjszakát azt megpróbáljuk túlélni ezen a helyen. Aztán utána csinálunk egy olyat, hogy lehet, hogy költözési dolog lesz. Maximum ezt egy ilyen hétvég házamnak is fenntartom, vagy nem tudom. Hát meglátjuk igazából a hetedik napon, hogy mennyire bírja ez a kócerály. Várjátok. Fuck you, ezt így. Ja igen, lootolni megyek, nem viszek sok cuccot, ígérem, mert attól mindig vadultok. Attól mindig vadultok meg, mint az állat. Ho-ho-ho-ho. Gyerekek, elővettem a láncfűrészt, egyből izé volt. Szádra felment az a láthatósági szintem. Nem csoda mondjuk, zörög, mint az atom. Jó. De viszont, hogyha valami megtámad, akkor abba a pillanatban beleküdöm a mellébe szerintem. Megint valamit hadonásznak ám föl, hallom. Megint valaki ütlegel valamit felettem. Valakik rohangálnak felettem, gyerekek. Itt innen élmény lesz kimenni. Ennek ugye egyetlen egy értelme van ennek az ajtónak, hogy észrevegyem. Észrevegyem, hogyha mögöttem elkezd zörögni a zombi. Mert akkor ugye elkezdi ütni az ajtót. Az ajtót elkezd ütni, és akkor valószínűleg, hogy fel fog tűnni nekem. Nem tudom, azt a láncfűrészt mennyire érdemes megjavítanom, vagy mennyire nem. És mondtátok, hogy a kutyából valószínűleg lett volna hús. Kösz. Egyébként táncoló talpak. Tudom, hogy nem táncoló talpak, hanem... Gyere, táncolj. Írta. Szomjasak vagyunk. Hát vízünk köz van, gyerekek. Vízünk köz van. Írta, hogy nem volt szép az, hogy én gyakorlatilag öngyilkos lettem, hogy vártam a halált. És megmondom őszintén, hogy igazad van egyébként. Én is tök gáznak éreztem. Én szégyeltem is magam miatt, hogy úgymond a... Hogy fogalmaztál? Ugye a tudás hiánya miatt... történt ez. Mondjuk ebbe egy kicsit gondoltam, hogy válaszolok. Mert igen, a tudás hiánya miatt történt. Mert... tényleg nem tudtam, hogy mit csináljak. Annyira nem ismerem most ezt a játékot. És valószínűleg, hogy ugye vergődnöm kellett volna és próbálkozni. Az jó lett volna nekem, várjatok. Nem filózok, hogy lehet, hogy el kellene költenem nekem ezt a pontokat. Hány skill pontom van? Hol mutatja a skill pontokat egyébként? Hogy ne haragudjatok meg, de mi? Level 1, mi az? Ja, ez... Ja, 6, ott van, 6. 6, na várjatok. Ez mit csinál? Ezért én akarok, hogy például kajába tovább bírjam meg ilyesmi. Intellect. Heavy armor. Ez mi? Aha, ez a kaja. Várjál, Iron. Aha, ez a kaja izé. Ez mi a kardió? Stamina.
dolog, ami nekem, ez ugye ez az, hogy gyógyulok folyamatosan, az Iron, egy kicsit immunisabb vagyok, meg ugye gyorsabban kigyógyulok az ilyen problémákban, ez mi? Ha. Jó van. Azt nézem, hogy például a kaja dolog az hol van, hogy kevesebbet kell ennem. Animal tracker, ilyen hülyeségek nem érdekelnek. Több cuccot tudjak vinni, ugye? Ez jobban bírom ugye a izét. Kaját. Nem tudom. Melyiket érdemes lenne? Mélyvágás. Vérzéssel kapcsolatos dolgok. Hát megmondom őszintén, ezt, hogy ugye gyógyulok, az olyan egy rossz dolog. A Heavy Armorra viszont tök jó lenne rakni, mert gondolom akkor jobban vagyok védve. Meg hogy jobban bírom ugye a környezeti hőmérsékletet, ugye a meleget és a... Mit rakok erre gyerekek most? Hogy tudok? Egy pontba kerül. Ja, itt, oké. Erre is akarok rakni. Erre is akarok rakni, mert ez a szívok. Ez micsoda? Ja, ezek könyvekből tanulhatók. Ó, bocs, hogy itt tökörészek gyerekek, csak itt rá kéne jönnem a dolgokra. Kardió. Heavy armor viszont biztos, hogy jó. Combat pack. Master Chief. Aha. Erre a minerre raktam, ugye? Lucky Looter. Gyorsabban lootolok és több dolgot lootolhatok. Veszek egy ilyet is. Aztán majd írjátok meg, hogy még két pontom van, hogy mire érdemes meg, jó? Oké, jó, ezzel elcsesztem az időt egy kicsit, bocsász. Ja, írjátok meg, hogy mire pakoljak szerintetek. Mindjárt 4 óra, akkor meg ugye megyünk, mint az őrültek. Lootolni, és gyűjtögetni, és mindenféle jó cuccot csinálni. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz fönt, de biztos, hogy valamit már megint széttörtek. Érdekes, hogy így elkezdik random szétverni a dolgokat. Hát nem engem keresnek, mert ugye akkor gondolom üznének, hajtanának, hanem egyszerűen fogják, és elkezdenek random dolgokat szétveregetni. Éjszakánként. Ez egy bekapcsolható feature, azt hiszem régebben az volt, hogy be kellett kapcsolni egy olyan dolgot, hogyha ezt akartad. Lehetett egy olyat bekapcsolni, hogy rombolják a tárgyakat. Lehet, hogy most már így mindig benne van. Úgyhogy annyira brutálisan nem zavar. Oké. Azért haladok, állok. Nem akarok nagyon kapkodni. Az a lényeg, hogy amikor ide ugye be fogok húzódni a 7. nap éjszakáján, akkor annyi legyen, hogy az alatt a platform alatt tudjak ugye elhelyezkedni. Most nekem nem kell egy kialakított szoba egyből, hanem csak az a lényeg, hogy az alatt legyek, hogyha be akarnak gyakorlatilag támadni, valószínűleg le akarnak ásni. És ugye a karókból készült csapda, az ugye sebezni fogja őket, én ebbe bízok. Aztán, hogy ez hogy fog működni, vagy hogy nem. Jó, reggel van gyerekek, szerintem veretjük.
Eletjük, kipakolunk, jó? Ami nem kell. És megyünk lootolni akkor. Íjjal, láncfűrésszel és dárdával. Oké, megyek is. Viszont attól félek, hogy az egyes gombon legyen ott a kezem, mert... Ezt bezárom. Mert nem biztos, hogy nincs itt senki, gyerekek. Sőt, bazd meg, ezek itt vannak. Ezek a gyerekek itt vannak, hallod? Jó van, egy pofon... Oh! Úristen. De most ne haragudj, ez hogy jött be? Ne haragudj, ez hogy jött be? Ha? Ez hogy jött be? És már nem lesznek itt a hullák, de ezt nem értem, mert az ajtó... Az oké, hogy le van izéve, szedálva teljesen. De... Ez bezárta maga után? Vagy mi a szar történt? Jó, nem is baj, hogy a favágást azt ráérünk egy kicsit, mert ugye megnő akkor az erdőm, akkor abból tudunk. Ez az egy kicsit meglepett. Mondjuk ez most egész jól megúsztuk, ugye? Na, pakoljunk ki, ami nem kell. Ezt leszkrepelem. Ezt kirakom. Ezt is kirakom. Ezt is kirakom. Fát is kirakok. Fát viszünk egy nagyon keveset, úgyis fog majd egy szlotnyit elfoglalni. Ez nem kell. Víz nem kell olyan sok. Egy ilyen stokkal viszünk. Ezt nem viszem, nem viszem, nem viszem, nem viszem. Ezt se viszem, ez aloe krém, ugye? Ez viszont ezt berakjuk ide. Ezt meg... Volt még egy? Valahol volt, nem? Jó, még kell csinálnom ládát, úgy látom. Jó, hát ezeket lehet, hogy elviszem. Jó, magot elültetem. Ami innen alulról esetleg nem kellene, az mi? Szerintem minden kell. A benzint ugye azt betárasztom, a maradék benzint kirakhatnám. Várjátok, kéne egy chestet csinálni. Aztán akkor még a maradék kacatokat ki tudom pakolni. Fákja miért nem tudom oda rakni, várjál. Fákját leküldjük, az ásót azt már megint minek vigyük, ugye? Ezt is ki lehet, ezt maradjon nálam. Jó, ez a frame se nagyon kell. Ez se nagyon kell, az kell, ez nem kell. Ezt lehet, hogy kell valamit akarok craftolgatni. Ezek meg maradjanak. Jó, ezeket elviszem, gyerekek, azt meg kirakom. Jó. Oké, srácok. Kicsit parázunk. Mennyi van a nézőjében? 251, ezt akkor bele tudom még tölteni? Ez böszme gyorsan eszi egyébként, úgy veszem észre, ugye? Böszme gyorsan eszi az üzemanyagot. Na jó. Veressük. Veressük, gyerekek. Elültetem azt az egyet. Ajaj. Lehet, hogy keveset kellene tökölnem nekem ezekkel a zombikkal. Úgyhogy az is lesz, hogy annyira nem fogok én velük olyan sokat foglalkozni. Az ez a nagy kaktusz eddig is ott volt. Na, ezt rak le. Oké. Jó. Oké, gyerekek, induljunk meg. Akkor meg kellene csinálnom a küldetést. Ezt úgy be kellene ejtenem. Zombikkal megfelelően keveset fogok foglalkozni. Viszont lootolunk agyba főbe. A favágást azt ma is egyelőre hagyjuk. Mert ugye azt fogok tudni később is. Főleg ha megnő az én kis erdőm. Esetleg ha nagyobb erdők vagy olyanek lesznek, akkor fogok ezzel tökörészni. Nincs nálam kő, hát jó van. Meg kéne javítanom azt a időt. Esetleg javítani kell. Jó, nagyon bele
jönnek a képenbe a zombik, akkor azért... De le fogom verni őket. Azt mondtátok, néha dobnak hátizsákot, abból tudok lootolni egyébként. Köszönöm. Köszi a tippeket. Ja, meg a kocsikat agyba főbe lootoljon, mert nagyon jó cuccok vannak benne, azt is említettétek. Azok fogalmam sincs, hogy micsoda, de... Biztos valami nagyon jó cuccszeg. Megint tele leszek kacattal, mi? Instant fullra kacatolom magam. Erre ma jártunk egyébként, akkor... Oh! Valahol itt lesz valami nő. Ott van. Itt lesz a küldetés. Ez nem tudom, hogy épül fel, amikor egy ilyen küldetés az idejövök. Ez hogy működik. Lady Killer. És most mit kell csinálnom? Baszod, mi a fasz? Ez most komoly? Ja, hogy egy, jön egy csomó nő, aha. Oké, okay, no problem. Na, de nézd, a csaj, az megfutott te. Nem kéne nagyon messze mennem. És akkor gondolom, hogyha megvan a küldetés, akkor ki fogja nekem ezt írni? Gyerekek, francokat, szerintem ez nem valamit kell csinálnom itt, ezek csak rám támadtak. Mert még odébb kell mennem, ha jól látom. De nem vágom. Jó, ezeket a pinákat, ezeket kiírjuk, gyerekek. Ott van egy épület. Arra voltam? Voltam, nem? Ez nagyon jó bírja ez a csaj, te! Sok allom. Végre. Meg van mind. Gyorsan szedek össze nyílveszőket, bocsánat. Aztán megyünk tovább, fiúk. Oh, fasz, hol vannak ezek? Ilyenkor eltűnnek? Vagy milyen szar? Ez nem jó nekem. Van egy 23 nyílveszőm. Na, azt nézzük, hogy átrakódott valahol. Ez mi? Ez a boltom lesz? Srácok. Lady Killer. Megvan, és akkor most ilyenkor mi van? Kaptam egy tokent, vagy valamit? Nem kaptam lószarcsa, gyerekek, várjál már. Ja, hát ez ilyen izét ír. Ó, melegem is van. Ilyenkor most hol van, vagy mi van? Lady Killer. Talk Trader. Ja, Lady, ja, a Trader adná. Gyerekek, menjünk már a Traderhez, halljátok, vagy mit csináljunk? Hány óra van? Aha. És azt mondtátok, hogy a Tradernél is vannak, ugye, ó, mi volt az a szar? Tradernél is vannak küldetések. Jó, behúzódok egy házba szerintem, azt nyakon verünk egy-két buzit. Meg lehet, hogy kilutolunk is egyet. Ja, meg autó, azt mindig mondjátok, az autó. Árnyékba húzódok, már mennyivel jobban. Ó, az mi? Ez egy ilyen vágószerszám. El tudok menni én a Traderig, vagy marha messze lenne az? Hát azért házakon keresztül azért az kemény vagyok. Jó, menjünk el a Trader fele, jó? Menjünk el a Trader fele, elvileg ad pénzt. Nehogy már, gyerekek! De miért kezdek el fosni, bassz meg a izét a normál víztől, hallod? Hallod, megőrülsz. Hallod, van 3% esélye, hogy ott a víztől fosok, de a Keeper azért benyeli azt, gyerekek.
Azért ekkora szerencsétlen nem lehetek, hallod? 3% eséllyel. Gyerekek, azért megőrülök. Ez azért nagyon brutál, gyerekek. Bazd meg, fosik a karakterem. Nagyon tutti. Jó, elmegyünk a traderhez, 1,2 km még. A oh, és ilyen kiégett földön lesz. Hát, hát, hogy ne. Nem hiszed el, hogy idő fosok. Borzalom. Nehogy jól érez magad, de legalább itt nincs meleg, jó van. Az mi? Gyerekek, ott van fönt egy lámpa. Ó, itt valakik vannak, baze. Körül kéne sassantani, nem? Betonkeverővel minden. Minden hamszer játszik, ez mi? Gyerekek, itt ilyen túlélő bázisszerű akármi lehetett. Az a baj, eltökölöm az időt, gyerekek, nem szabad. Szóval menjünk tovább, és ez mi? Templom More. majd mondjátok közben, hogy merre vannak jó utak, jó? Biztos jobban vágjátok minden. Ott az tüzes csávó, te tüzes zombi ég. Ha használjuk akkor már ki. Remélem itt még ilyen kutyák is jönnek. Nem olyan gyorsan rombolódik egyébként, csak szerintem az a keselyű lehet, hogy rám jön. Ez a kiégett föld se duskál a kajába. Tradernél mondtátok, van automata, ott tudok kaját szerezni, ha akarok, nem elég egyszerűen. Ott egy szarvas, gyerekek, ne szórakozzál. Kiégett földön, More. Hoppa. Nem mondom, egyik se talált el. Nekik ennyire fölé kell lőni, hallod? Ez is pont fölé ment. Vagy alá ment. Végre egyet eltaláltam, de hát ez szerintem... Ó, te fiú! Roham mind az őrület. És fosok! Beszarsz, gyerek! Szó szerint beszarás ez. Úgy fosok. Merre ment az a szarvas, barvas? Fogalmat sincs mi? Vége van. Ha valószínűleg kint fogunk éjszakázni egyébként, gyerekek, arra készüljetek. Arra készüljetek. Jó, ez észrevett. 700 méter a trader. Keselyű, lehet, hogy a keselyűnek hangja volt ez inkább. Ja, valószínű éjszaka kint leszünk, úgyhogy úgy kell készülni. Valami házba, vagy valami háztetőre behúzódunk. Tényleg ezt kihasználom, ha már van. Hú, egy kicsit parázok. Megmondom őszintén. Picit para van, picit para van. Picit nem vagyok boldog. Nem vagyok nyugodt, hogy itt kóricálok az Isten háta mögött, nagyon messze a bázisomtól. Viszont legalább a fát gyűjtem, annak az egynek tudok örülni.
Még 500 méter, úristen, és ott van egy csomó fa viszont. Meg ott is van, tudom egyébként ott tol... Ah, várjál. Legalább itt észreveszed a madárfészkeket, de miért csak egy tol van benne? Jaj, te fiú. Van itt minden. Van itt minden, mind a búcsúval. Úgy látom, ebből szenet is nyert ki, ugye? Jól látom, hogy szenet is. Aha. Szenet is, mert ugye ez ilyen kiégett fa. És amúgy is mondtátok, hogy legy... Jajaj. Amúgy is mondtátok, hogy legy... Jaj, more! Ó, oh, azt a betyárda, megijedtem. Mondtátok, hogy inkább... Jaj, a madár szerintem rám jön, nem? Majd de félek, bazzek. Komolyan mondom, parázok ebben a rohadt játékban, gyerekek. Tiszta para ez a hely. Ja, mondtátok, hogy inkább szénnel sütögessek majd. Haj, te fiú. Mi volt ez, more? Megbolondulok. Nincs elég bajom, gyerekek, komolyan mondom. Kettő tabletta. Ja, ez a madár szerintem rám van állva. Hány óra? 9:50. Egyébként elég jó állunk. Mindjárt megy a 10:40-es busz. Régen még vannak ilyen kövek, amit lehet koppogatni. Madártól. Madártól! Gondolom a kesőből lehet madártól szerezni. Hopp, madártól. Madártól. Most nem is néztem, mi... Mi volt ez? Hoppa, valami mi volt az? Mi volt az a toll? Tollikon. Várjál ma. Ho! Megtanultam, hogy kell szeget csinálni, vagy mi a szart? Ott van a boltos, jó, meg vagyok nyugodva egy icipicit. Kaját kell vennünk, gyerekek, mert kajám az még mindig hót nincsen. Egyébként itt régen szokott lenni ezekben ilyen kis konyhaszekrény. Éhesek is vagyunk, more. Jó, menjünk szerintem, bazze, mert éhen veszek a kipper, már komolyan mondom. Leginkább emiatt, a kaja miatt kellett eljönnöm ám egyébként ide. Mert ezekben nincsen cucc. Régen ezekben is volt, vagy voltak ilyen hasonló dolgok. Ugye nagyon régen lehetett, mi? Tesóm. Keeper befosol. Azt hittem, azt hiszem a fájdalomcsillapító arra nem használ, hanem ilyen antibiotikum kell, ha jól tudom. Már nincs itt senki körülöttem, nézzük már, hogy a fájdalomcsillapító mire jó. Ja, hát ez szerint... Nem. Mi az a vaslemez? Ja, víz. Szomjasok is vagyunk, várja egyet akkor tesó, legalább az van. De attól megint nem hiszem el, 3% esélyed van arra, hogy befosol a víztől, de Keeper az megoldja. Komolyan, ez őrület. Töltsük meg. Okay. Elhasználom az összeset. Oké, gyerekek, megjöttünk a bótig. Csoda történt. Meg tudok örülni, hol a bejárat? Elvileg itt küldetést is fog adni, ugye? Jó tudja a képer? Mekkora kuka, nincs benne semmi. Bót üres volt. Na! Ó, de jó. Várjatok, menjünk be a bótoshoz. Tudom, itt van, hogy hol van. Nem itt van. Ott a lakókocsia. 10:58 van, jó van. Kaját kell vennem, more. Hello, haver. Na végre, csoda történt. Na! Adod a pénzemet. Megnézhetem az inventory-dat? Na, mi van? Bú, vödör, de jó.
Lámpa, van itt minden gyerekek, minden bucsúba. Mit lehet, mit érdemes venni? Várja, kaja az ott kim volt, ugye? Várja, mit adna, hogy ezeket én el tudom adni? Ha el. Mi ez, többet nem vesz? Ez őrület. Ez mennyire adna, mennyit adsz érte, tesó? Hol van, hogy mennyit ad? Ja, ott van, hogy 40-et. Aha. Ez mennyit adsz? 20-at. Add el a picsába, nem tudom mi ez. Lockpick, ja, jó van, egyelőre szerintem ez nem kell, inkább legyen pénzünk valami értelmes dolog. Szenet veszel? Hó, szenet megvenni. Összesen, ha... Ja, az összesen. Ó, te fiú, hát akkor az nem egy nagy eresztés. Mit venné még meg, barátom? Szeget megveszed? 10 darab szeget megvan. Jó van, vedd meg akkor. Ez mi? Nem veszi meg. Füvet megveszi? Nem. Fát? Fát megveszi, de durva, 110. Ja, nem valami nagy ára van. Szenet. Szenet se akarom eladni. Ez mi? Ez ilyen mag. És ebből miért nem vesz többet? Jó. Nézzük akkor, mik vannak itt. Kajáknál ennyi minden van. Jó, ruha. Ezek a modi... Ja, ezek a módok, ugye? Rá lehet különböző dolgokra rakni. Ez mi? A gyerekek, veszek egy barszéket, lol. Pisztoly is van, more. Jó drága, hallod? Mondjuk szerintem most kb. Semmi értelme nem lenne. Nem lehet sorba rakni, hogy melyiket ér... Mit érdemes megvennem, barátaim? Azt mondjátok meg nekem. Megmondom őszintén, vödörnek örülnék. Tudnék vinni vizet oda be. Nincsen olyan, hogy... Nincsen. Kaját kéne venni, ugye? Az meg azt mondt kim van. Azt mondtátok. Van ilyen automotor. Igen, és ez hogy működik? Nincs ott. Itt marhára nincs ebbe kaja, várja, vagy én vagyok béna? Ezt ki lehet bérelni, vagy mi működtetni? Gyerekek, itt lószar sincs. Ott ki nőrjöngenek a zombik, elvileg ugyanígy be nem tudnak jönni. Körülnézzük. Hát ezeket... Ezek nem úgy működnek szerintem, ahogy kellene. Ezek nem nagyon értem, ez kibérelhető, vagy micsoda? Körbesosolok gyorsan még itt. Hát jó sötét van ezen a helyen. Ha valaki csapkodja a kinti falat, szerintem azért sippog ez. Ah! Itt van a... Ó, megvan, jó van. Oké, bocsánatot kérek. Ennyibe kerül! Ez mennyit ad? Mennyi futott ott? Hogy működik ez? Hát szerintem ez lehet a legjobb, nem? 60. Hát mennyit tudok venni? Azt nem mond, 2 darab van benne. Megvadulok, baza. 2 darab volt ebben a szarból? Ebből meg egy. Jó, gyerekek, hát mondhattátok volna, hogy nem fogok ebből megizélni. Azt hiszem, veszek egy csomót, more. Ú, gyerekek, hát ez nem lesz nekem jó. Egyre inkább most már kezdek izélni, félni. Jó, hát teszünk egyet. Ilyenkor hol van az egy kaja szintem? Ja, hungrig vagyunk, jó van, örülök neked.
Nincsen itt tenni kaja? Ja, meg valami munkát lehet kapni. Óhó, várjál, akkor itt... Igazából itt tök jó lenne emellett letelepedni, nem? Mert ugye itt melókat tudnék csináltatni. Vagy csinálni vele. Hol van a kaja? Ez van igazából, ugye? Ja, itt van a kaja. Aha, animal fat. Jó, mehetek a francba ezzel. Hű, barátaim, Sanyi. Várja, nézzük meg, milyen munkákat tud adni. Ó, clear zombies. Ú, de messze van. Ó, Sanyi. Már messze van neked. És itt van, hogy merre van, ugye? Várja, merre van az én helyem. Az én helyem az elvileg... Keletre van, ugye? Észak-keletre. Nézzük, észak-keletre van-e valami. Keletre. Ó, itt van egy keletre. Kill zombies. Itt ezt elvállaljuk, nem? Think you can help me with a problem? Brilliant. I guess this kind of makes us friends. És ez hol van? Itt van a... Ott van. Oké, ez tök jó. Ez tök jó, kilutolunk itt mindent, azt a betyárjuk meg. Fönforgások vannak. Hú, képerben vagy szarva, mi? Nem kicsit egyébként. Hiányzik kő. Üti az ajtót, falat, mindent a csávó. Ja, körülnézzünk, jó? Hát, ha találunk valami lootolható dolgot. És megint most még szomjasak vagyunk, megőrülsz. És ez brutális, hogy ugye elkezdesz fosni tőle, nagyon kevés. Na, nézzük, hát ha van valami. Fogadjunk, itt nincs ebbe semmi, mi? Boltnál. Nem ott van valami. Csak kacat van itt egyébként? Festék. Wow! Ingyen bolt kaja. Nem olyan rossz egyébként. Megcsináljuk azt a küldetést, nem is tudom mit ad. Vagy mit ad az a küldetés? Az hol is volt? Várjál. Itt van. 3000 x és 670 token. Na, gyűjtünk egy kis ilyen tokent, azt legalább megmondjátok, hogy mit érdemes vennem, jó? Úgyis láttátok, hogy mi van. Mink van. Sörét. Semmi. Műanyag törmelék nem érdekel. Ja, körülnézek, meg gyorsan végigfutok mindent, aztán azt a küldit még meg kéne csinálni, aztán hazamenni. Várjál, valami receptet találtam. Csak tudok csinálni ilyen itemet, jó van. Egyébként akkor ezért kell itt össze-vissza lootolni állandóan, mert fogalmad nem lesz semmiről, hogyha nem lootolsz. Jó, és kacok, valószínűleg megyünk hazafele majd. Valószínűleg megyünk hazafele. És úgy behetjük akkor azt a küldetést. Hány óra van? 14 óra 6. Hát, nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. Viszont az nem lenne hozzá közel, úgyhogy haza is érhetnénk. És valahogy ki kell jutnom most meg, mi? Jó. Kávéfőző, várja. Kávé, ne viccelj. Kávé az azt hiszem, hogy az nagyon jó, mert tudok tőle rohadni, mint az dob. Jaha, több stamina reg. Jó, akkor ezt meg is isszok. Menjünk a pennába. Menjünk az úton, gyerekek, akkor nagy eséllyel találok még autóroncsot. Jó, kávét ittam, nagyon jó. Kávét érdemes úgy látom csinálni, az a stamina regenerálódás, ez jó. Ó, megint kajások vagyunk, hogy rohagy meg. Jó, megyünk, aztán ezt a zombis küldetést megpróbálom megcsinálni, aztán nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Nincsen kövem, én hülye, kevés nyilvesszőm van. Úgyhogy... Ezt lehet, hogy kellene szerkóznom, szerveznem. Ugye az nincs most meg, hülye keeper.
Ez sima föld, jó. Valahol itt lesz a küldetésünk majd. Érdekes, erre nincs egy rohadt autó semmi. Egyébként mindig az nincs, amit éppen akarnál. Tipikál. Jó, várja, nyugalap. Fölöttünk meg egy madárka. Madárka szállott rája. Kipper az egyébként eléggé parázik ebbe a játékba. Azt gondolom észrevettétek, nem kicsit fosok. Valahogy azért... Baszod a kutyát? Baszod az anyádat meg. Az köllött nekem meg még a keselyű, hagyd rohagyd meg! Beszarsz, baze! Nem hiszed el, hogy kettő kutya meg egy keselyű rád ront. Ah, most ez te új projekt vagy, gyerekek. Hihetetlen, hallod? Hihetetlen tesó. Hihetetlen küldetés megtörtént. Azt a rohadt élet nem bágta meg ezt a gyereket. Azt a rohadt élet, és rohadt gyorsan kell mennem visszafele, ugye? Ezt nem tudom így rendezni. Hol van az én, volt egy ilyen... Stone Spear-en van csak. Nem volt egy... Nem Stone Spear-em, de ezt miért nem rendezi el? Na, azért mondom. Oké. Okay. Ja, másikban van a Stone... Ez egy vas Spear-em. Ó, oh, te fiú, hát ez nagyon megszopatott pinket gyerekek. Úgyhogy akkor mehetek a táskámért. Várja. Aha. Ja, jó, messze van egyébként. Na, gyerünk. Egyébként itt van közel a küldetésem. Gyorsan megpróbáljuk megszerezni. Nem tudom, ez a küldetés mennyire lehet nehéz, lehet a táskámért kéne elmennem inkább. Hogy a franc esse bele. 15 óra 48, úgyhogy időm az még van egy kevés. Ez az energiaital gondolom valamilyen csuda jó dolgot csinál. Jaj, bocs, látszok, vége a videónak, valaki jött hozzám. Császtok!